Bízik a pekingi téli olimpia dopping vizsgálatait végző laboratóriumban, így nyilatkozott a Nemzetközi Dopingellenes Ügynökség, a WADA főigazgatója. Olivier Nigli elmondta, hogy két személyes auditot is tartottak a laboratóriumban, illetve hogy a WADA vezető tisztségviselőiből álló csapat Pekingben tartózkodik, hogy felügyelje a tesztelési rendszert. Úgy gondoljuk, hogy a labor képes lesz teljesíteni a játékok alatt. Úgy értem, megvan a kapacitásuk, megvannak az emberek, és számos nemzetközi szakértő is csatlakozik hozzájuk a játékok időszakában, hogy megerősítsék a helyi csapatot, mondta Nigli. A WADA főigazgatója beszélt arról is, hogy sok munka áll még előttük, hogy megvédjék a sport tisztaságát, illetve hogy a szennyezett minták kockázata Pekingben gyakorlatilag minimális, mert az olimpiát a koronavírus járvány miatt úgynevezett buborékban rendezik. Kedden 32 akkreditált személy adott pozitív koronavírus tesztet, az olimpia hivatalosan pénteken kezdődik.